szóban az a legvégesebb erőforrás ugye az idő, és egy magánéleti szempontból ugye közelít a karácsony. Csak tényleg abba gondoljál bele, hogy még hány karácsonyod lesz. Hányat fogsz a gyerekeiddel közösen karácsonyozni? Vagy a szüleiddel közösen? Szóval, hogy véges, véges ez a szám. Az biztos, hogy nem több, mint nem tudom én, 80, de lehet, hogy 50-nél se több, lehet, hogy 30-nál se több, és hogyha azt mondod, hogy már 15-nél vagy 10-nél se több, akkor azért már ott akkor tényleg azt érezzük, hogy elkezd borsózni a hátunk, és azért akkor ennek van tétje. Szóval igenis, igenis a persze drágul a rezsi, drágul a munkaerő, minden, de a legvégesebb erőforrás az mégiscsak az idő. És ugye a következő kérdés az igazából az, hogy hogyan leszünk anyagilag függetlenek vagy időmilliósok. És ez egy gondolatot hadd osszak meg, amikor készültem a webinára, hogy valahol a 2000-es éveknek a közepén berobbant ugye az internet, és hogy ebből mekkora nagy lehetőségek vannak, hogy mennyi milliómos születik, hogy akkor időmilliómosok leszünk, hogy 4 órás munkahét, hogy a gazdag papa, szegény papa, meg egyéb olyan dolgok, amiknek a lelkesültsége az kialakított egy olyan vágyálmot, aminek persze vannak sikeres prototípusai, nem tagadom, de azért mostanra látjuk, hogy bár volt egy nagy online marketing hullám, volt egy bezárkózás a Covid alatt és a home office felé tolt iparágakat, azért mégiscsak ott vagyunk, hogy bár ott az internet, bár ott van minden lehetőségünk, de a 21. század vállalkozója az valahogy mégiscsak inkább szorong, inkább kényelmetlenül érzi magát, ezeket a technológiákat igazából inkább a veszély oldalát látja egyre inkább, és nem pedig azokat a lehetőségeket, amiket ez hoz magával. Egy mondatot engedj meg, Bence, az érdekes egyébként, és ezt nem is tudom, hogy Nicholas B. Enkelman vagy Bob Proctor hívta fel a figyelmet, azt hiszem Enkelman, hogy a legtöbb ember próbál tanulni időmenedzsmentet. Magyarul azt próbálják legtöbben tanulni, és tanítják sokan ezt, hogy hogyan tud jobban beosztani, hogy hogyan tudják még többet belezsúfolni a napodba. Én azt gondolom, ez jó, rossz irány. A hatékonyságot kell növelni, nem az, hogy menedzseld az időt. Egyébként az időt nem tud menedzselni, az ketyeg le az órán, szóval ezen nincs. Azt nem lehet menedzselni, úgymond, magát az időt, tehát ez nem jó, az időbeosztást lehet menedzselni. De a legtöbbször tényleg azon dolgozik az ember, hogy halomnyi feladatot tesz maga elé rossz hatékonysággal, rossz szervezéssel, de hogy minél többet meg tudjon csinálni. És tényleg az van, hogy minél inkább az internet, az online, a home office kiterjeszti a lehetőséget a munkára, ennél többet dolgoznak az emberek. Egyre ismertebb és divatosabb az időmenedzsment, az időtervezés, de ugyanakkor egyre többet dolgozunk, vagy dolgoznak az emberek. Úgyhogy nagyon-nagyon rossz irány. Mi ezért beszélünk a profit duplázásra, ami máshonnan közelíti, ne az, hogy kétszer annyit dolgoz. Igen, és azt gondolom, hogy most 2023-ban itt van minden, ami a kezünkben van, és a 21. századnak a vívmánya, mondjuk így a technológia, meg internet, meg minden, amivel azt gondoltuk, hogy világot meg tudjuk hódítani. Közben pedig van egy olyan gondolkodásunk, ami még a 20. századból jön, és ez valahogy így összeegyeztethetetlen. Tehát, hogy ez a 21. század vállalkozója az, akinek már a hardvere már 21. századi, de a szoftvere még 20. századi. Igen. Minden esetre az egyetlen jó dolog, és akkor itt kérlek István, hogy told tovább a prezentációt. Szóval az egyetlen jó dolog az, hogy minden technológiai csoda ott van a rendelkezésére áll, tehát hogy elérhető gyakorlatilag minden. Mobiltelefon, laptop, internet, YouTube, honlap, Facebook, tehát minden, amit csak akarunk, az a rendelkezésére áll. Ugyanakkor kevés az ideje. Csak hadd mondjam el a saját példámat, pont a héten mondtam valakinek, hogy én aztán nem vagyok az, aki nem néz meg videókat, hogyha van lehetőség. Tehát én rendszeresen néztem videókat, de nekem most megnéztem a YouTube-on, a saját accountomban, 1400 vagy 1500 olyan megnézendő videó van fellistázva, amire nem volt még időm. Vagy nem. Tehát kilistáztam magamnak, és vannak olyanok, amiket egy-két év után most újra látok, és már nem tudom betenni a megnézendő közé, mert már benn van egyszer, úgyhogy itt most nem frissíti a lista elejére, úgyhogy néhány nappal később meg keresem, hogy hova a fenébe tettem. Na de mindegy, a lényeg az, hogy nincsen ideje, és már túl van telítve információ
irgalmatlan nagy információnak a információ lavina előtt áll, és azt érzi, hogy maga alá temeti. Ugyanakkor, és ez a második ismérve, vagy a másik nagyon fontos ismérve, hogy nem akar kísérletezni, neki azonnali eredmény kell. Igen, és ez végül... borzasztó egyébként, ezt nem tudod elérni. Tehát pont ez volt az egyik fő konzultáció, vagy ilyen beszélgetés, vagy vita, vagy chat a hétvégi videón, hogy hát a betanítás az sok idő. Nem akarnak, az egyből kész embert akarnak, kész alkotót nem találsz. Tehát igenis be kell fektetned időt és pénzt a vállalkozásodba, az embereidbe, az eszközeidbe, a fejlesztésbe. Nem, ne, kísérletezni kell, igen, kell. Kockázata van is, időbe telik. Igen. És a harmadik ugye pedig az, hogy bár minden ott van a kezében, de úgy érzi, hogy akkora a zaj, hogy olyan, mint hogyha ott lenne a stadionban, még az is lehet, hogy még egy pillanatra figyelnek is rá, de mikrofon nincsen a kezében. Tehát, hogy egyszerűen mikrofon nélkül eléri az első két, nem tudom én, tömeget vagy kört, amit így, hogyha ott föláll egy pulpitusra, vagy gondoljátok el, hogy 1985-ben, vagy mikor volt a Live Aid koncert, és a Queennek az a hatalmas nagy történelmi szuper koncertje, hogyha ott Freddie Mercury felmegy, és mikrofon nélkül kezd el énekelni. Tehát, hogy nagyjából ilyen helyzetben van ma egy kis vállalkozó. Így érzi magát. Miért? Azért, mert ott van a rengeteg multi, ott van a rengeteg nagy vállalkozás, ott vannak azok, amiket kistafíroz az állam, meg egyéb módon nyilvánvalóan támogatva van, vagy lobby erejük van, és ő meg ott szegény, nem tudom, még akár a mikrofon is van a kezében, csak szemét módon kihúzták az erősítőből a kábelt. Tehát ezt erre talán István tudna már egy példát mondani, aki hihetetlenül, nem is tudom, értetlenül áll azelőtt, hadd mondjam el ezt, hogy a YouTube-on ment egy nagyon ígéretesen elindult a hétvégi videó, egyik pillanatról a másikra, egyszerűen, mint hogyha elvágták volna, nulla megtekintés gyakorlatilag. Tehát 1300 volt. Ki vagy szolgáltatva? Aztán, tehát, hogy ez, és a kisvállalkozónak ezzel kell szembenéznie. Tehát, hogy itt tartunk most. Ez a nagy.